Nagy érdeklődés mellett zajlott a harmadik Öko-Expo és kiállítás a Kenderes kertben szeptember 8-a és 9-e között. Érdeklődő biogazdák, termékforgalmazók, agrárszakemberek mellett sok középiskolás és egyetemi hallgató is részese volt a rendezvénynek. Szólá Tibor hajdonánás polgármestere, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara környezeti és fenntarthatóságért felelős országos alelnöke köszöntőjében kiemelte a hazai agrárium előtt álló rendkívüli kihívások jelentőségét, amelyekre rövid idő alatt jó válaszokat kell adni. Egy sor olyan kihívás van előttünk, vagy egy sor olyan paradigma dől meg körülöttünk, amire azt gondolta ez a generáció, hogy ez az ő életében biztos nem fog bekövetkezni. És azt láthatjuk, hogy ezekre a kihívásokra valamiféle választ kell adni. Ez lehet akár energetikai, ami most itt nyomaszt bennünket. Nyilván benne van a megújuló talaj, vagy egyáltalán mit fogunk kezdeni a talajainkkal, hogyan fogunk tudni azon feltételek mellett gazdálkodni, ami most az új EU-s irányelvek fognak bennünket. Valaki ezt segítségnek éli meg, van, aki ezt úgy éli meg, hogy azokat az eszközöket veszik ki a kezéből, amivel valamilyen szinten eredményesen tudod gazdálkodni. Ezekre az én meglátásom szerint egyébként hosszú távon és fenntartható módon egyedül csak az ökológiai gazdálkodás tud megbízható választ adni. Nem mindenki gondolja ezt így egyébként, aki az itt ülő közül sem, de hiszek benne, hogy az a tudás, ami ehhez kell, az ma létezik a világban, azt a tudást kell nekünk bemutatni és idehozni. Jakab István, a Magosz elnöke videó üzenetben szólt a vendégekhez, szintén kiemelve néhány nagyon fontos, a gazdatársadalmat érintő körülményt. Pandémia után vagyunk, ezt követően pedig a szomszédunkban háború dúl, energia árobbanásról beszélünk. A háborút azért szeretném kiemelni, mert mi arra törekszünk, hogy egészséges talajon, egészséges élelmiszert állítsunk elő. Önök arra törekednek, hogy a világon meglévő legkorszerűbb technológiát is az egészséges élelmiszer alapanyag előállítására használják fel. És közben a háború során hihetetlen mértékű környezetszennyezés zajlik világunkban. Ezt nem lehet szó nélkül hagyni, hisz ez nem nagy távolságra tőlünk már, a rakéták robbannak, és komoly mennyiségű vegyanyagok kerülnek a levegőbe. Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a bio-ökogazdálkodás, valamint a konvencionális gazdálkodás menetét, tevékenységét segítő új technológiai eljárások, új kutatási eredmények ne szembeállításra kerüljenek, hanem egymást segítsék. Az, ami a konvencionális gazdálkodásban, a precíziós gazdálkodás, a digitális rendszerek alkalmazása során eredményként megszületett, az természetes módon tudja jelentős mértékben segíteni a biogazdálkodókat is. Az a célunk, hogy egészséges talajon egészséges élelmiszert állítsunk elő. Gyakori vita az, hogy van-e elegendő mennyiségű élelmiszer, tudunk-e bio vagy ökológiai gazdálkodás során elegendő élelmiszert előállítani a világban élő emberek számára. Ez egy hosszú vita lenne, én azt javaslom, hogy most azokat a megoldásokat találják meg, amelyek segítik minél nagyobb mértékben a bio és ökogazdálkodás területén a fejlődést, segítsék azokat, akik ezt a gazdálkodási módot válasszák, és próbáljuk meg elérni azt a lehetőséget, hogy, és azt az eredményt, hogy a biogazdálkodás során elért tudományos eredményeket próbáljuk meg a konvencionális gazdálkodásban is részben alkalmazni. A szerves anyagokat, amelyek a termelés során keletkeznek, azokat ne a kazánokba égessük el. Azon élelmiszereket, élelmiszer alapanyagokat, amelyek az emberi táplálkozásra alkalmasak, vagy éppen takarmány alapanyagként hasznosítjuk, ne energiatermelésre, etanoltermelésre használjuk úgy, hogy közben ezeket elégetjük. Az a meggyőződésünk, hogy a világ élelmezés szempontjából fontos, hogy az erőforrásainkkal okosan gazdálkodjunk, fontos az, hogy a rendelkezésre álló technológiák,
precíziós technológiák alkalmazása mellett képesek legyünk arra, hogy valamennyi ember számára egészséges élelmiszert tudjunk előállítani. A rendezvény első felében egyfajta nemzetközi kitekintés volt az európai ökogazdálkodásra, főként a szomszédos országok tekintetében. Így egyfajta körképet kaphatunk a román, a horvát, a szerb, szlovák biogazdálkodás helyzetéről, de tartott előadást a közlegelők tragédiája kérdésének újbóli előkerülésével a világhírű holland Wageningeni Agráregyetem professzora Wim Heyman. A hazai ökogazdálkodás önmagához képest igen jelentős fejlődésen, növekedésen ment át az utóbbi néhány évben, mondja dr. Stündl László, a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának dékánja. A hazai ökológiai gazdálkodás felfelé ívelő ágon hasonló a nyugat-európaihoz, hasonló a közép-kelet-európai országokhoz, hiszen a lakosság mindenütt azon gondolkodik, és az lesz fogékony, hogy hogy lehet egészségesebben táplálkozni, hogy lehet vigyázni a környezetünkre, hogy lehet fenntartható módon élni és termelni. Én szerintem van még mindenki országban teendő, a közép-kelet-európai országokban általában a lakosság fogékonysága még nem olyan, mint Nyugat-Európában, de ezért vagyunk itt, hogy ezt a folyamatot segítsük, támogassuk. Tehát nagyon fontos azt a szemléletet követni, hogy hatékonyabban termelni. A hatékonyság egyébként energiatakarékosságot, víztakarékosságot jelent, olyan fajtákat, olyan növényeket, állatokat kell nemesítenünk, amelyek jobban tudják ezeket a környezeti feltételeket tolerálni, és ezeknek az oktatásában, kutatásában az egyetemek feladata van. Tehát nem csak a szakembereknek, nem csak a hallgatóknak a képzése, hanem a lakosság edukációjában is érezzük a felelősségünket. A jelentős területi növekedés mellett azért számtalan tényező is gátolja az ökogazdálkodást, mondja Rosszik Péter. Vannak piaci válságok időnként, amelyik rosszul hatnak, hiszen egy biogazda megtermelte a termékét, akkor szeretné bioként eladni, és azok a zavarok, amelyek a piacon jelentkeznek, azok néhány esetben bizony komoly problémát jelentenek. Most az utóbbi időben a háború az, amelyik nagyon jelentősen befolyásolja a piaci viszonyokat. Látjuk, hogy a Nyugat-Európában az energiaárak hihetetlen mértékben nőnek, és a családi költségvetésekben kevesebb hely marad az élelmiszernek. Akkor inkább az olcsóbbra törekszenek, és igaz, hogy commerce. Picit félünk ettől a tendenciától, és nem egyensúlyozza az, hogy Magyarország ugyan az energiaválság kismértékben jelentkezik, de ugyanakkor a hazai belföldi biofogyasztás az közel sem olyan mértékű, mint lehetne. Szoktuk mondani mindig, hogy a környezeti előnyök szerencsére Magyarországon maradnak, de a táplálkozás belül azokat elviszük Nyugat-Európába. Hasonlóan nagy nehézséget okoz a gazdák körében a megváltozott uniós jogszabályi környezet. Az európai közösségben jogszabályok mondják ki, mitől bio a bio. Akkor indult a szabály, csak egy jogszabály volt, eddig három volt, most fölváltotta valami 22 vagy 23. Az ember csak kapkodja a fejét, és komolyan nem gazdálnak, ami jogászok se tudják megérteni, mit szeretnének benne. És bizony ez zavart okoz és bizonytalanságot a gazdák körébe. A nehezítő körülmények egyik sarkalatos pontja a megfelelő szaporítóanyag hiánya. Nincsen bioszaporítóanyag elég a kínálatban, egyáltalán nincs bióra nemesített fajta. Gondolják el a kedves nézők, hogy a biogazdák azok közül a fajták közül válogatnak, jellemző vagy zömében, amelyeket iparszerű gazdálkodásra nemesítettek. Egészen más a kettőnek a tápanyagfelvételi dinamizmusa, növényvédelmi sajátossága, és így próbálják kitalálni, hogy melyik lesz jó nekik. És az lenne az igazi, hogyha beindulna néhány nyugat-európai államban beindult a bióra nemesítés, a speciális körülményeknek megfelelő fajtákat tudnak a kínálatba felajánlni. Vagy ide tartozhat az, hogy rendkívül sok a zavar a fogalom körül. Egyre jobban terjed a vegyszermentes, amihez semmi nem kapcsolódik, hiszen bárki mondhatja, nincs mögötte tanúsítási rendszer, és a szónak nincs védelme ilyen szempontból, míg az ökot, biót csak azt használhatja, aki ellensi rendszerbe jogszabályt betartva gazdálkodik, és a bizony a fogyasztók el is sokszor hátrány egy valódi biogazdának. Az ökogazdálkodást az Agrárminisztérium is kiemelten támogatja pályázatokkal, de jelentős a környezetbarát gazdálkodás, az úgynevezett zöldítés is, amely szintén segíti a gazdatársadalmat. Erről is szólt Papp Zsolt György helyettes államtitkár előadásában. Egy jelentős részét képezi a támogatási rendszernek, ha számszerűsíteni kell, azért a zöld költéseknek nevezett hányada, az 36%-a az összes beruházási résznek. Tehát több mint a harmadát képes a tagállam olyan zöld intézkedésekre költeni, amely valóban magasabb környezeti ambícióval, környezeti terhelés csökkenésével és egy környezettudatos gazdálkodás elősegítésével tud hozzájárulni
és megóvni a teremtett világunkat. Az első és legnagyobb része az agrárkörnyezet gazdálkodás. Engedjék meg, hogy innen indulva egy bevezetést az ökológiai gazdálkodásra, mert nincs egymástól túl távol a két gazdálkodási forma. 2015-ben, 18-ban, 21-ben volt agrárkörnyezet gazdálkodásnak időszaka. Ha számokkal kell alátámasztani azokat a kitűzött célokat, amelyek nagyságrendileg egy évvel ezelőtt megfogalmazódtak, vagy egy bő évvel ezelőtt, akkor 40 milliárd forint a kifizetési értéke 2020-ban egy AKG-nak. A 2022-ben most kifizetés előtt álló kérelmek 120 milliárd forint értéket képviselnek. Büszkék lehetünk az ökogazdálkodóinkra. Az elmúlt időszakban közel megháromszorozódott a bevont területeknek a nagysága, és majdnem duplájára emelkezett azon gazdálkodók száma, aki eltökélt és környezettudatosan kíván gazdálkodni, ökológiai gazdálkodás folytat. A hagyományos terület és egyéb támogatásokban ugyanúgy részt tudnak venni, mint egy konvencionális gazdálkodás folytatóval, vagy gazdálkodó mellett az ökogazdálkodók is. Ami az ő vállalásaikat érinti, egy külön ökológiai gazdálkodásra történő áttérés pályázati konstrukcióban, mely már több egyére került meghirdetésre, amely most működtetés időszakát tekintve 2021-ben beadott és 22-25 év 2025-re vonatkozóan van támogatási ciklus, mely kiemelt támogatást nyújt az ökológiai gazdálkodóknak. Ez nagyságrendileg 74%-kal magasabb támogatási összeget biztosít, mint az előző években, biztosítva ezzel az ágazat kiszámíthatóságát, fenntarthatóságát és folyamatos fejlődését. A két nap során nagyon sokszor előkerült az agrárium jelen helyzete, a klímaváltozás okozta óriási károk. Ezekre a kihívásokra csak a tudomány segítségével lehet jó válaszokat adni. A gazdálkodási modelleket kell felülvizsgálnunk, miként kell tudjunk bánni a talajainkkal, a talajban lévő vízkészlettel, olyan növényeket kell tudnunk vetni és ültetni, amelyek képesek egy kicsit alkalmazkodni ez a rendkívüli időjáráshoz. És persze ezek a támogatási konstrukciók pedig igyekeznek megsegíteni a gazdálkodókat ebben a rendkívüli időkben. A kétnapos rendezvény másik lába a kiállítás és gépbemutató volt, amit igen nagy érdeklődés kísért. Itt ezeken a standokon volt látható mindannak a több évtizedes munkának az eredménye, amelyről az előadások nagy része szólt. Az input anyagok széles kínálata mellett a legmodernebb technológiák, munkagépek, gépalkatrészek várták az érdeklődőket. A precíziós gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás, ez gyakorlatilag egy irányba foghatni, hiszen a művelési módok csökkentése, hatékony eszközök, energiatakarékos, gázolajtakarékos technológiák meg eszközök bevezetése, vagy akár a vegyszereknek egy nagyon olyan köre, amelyek kímélően módon tudnak segíteni a növénynek a kondicionálásában inkább, mint a kártevőknek az írtásában. Ez mind-mind látható itt, tehát az input forgalmazó gépkereskedők is itt vannak, hiszen ők azok, akiknek majd a gazdák, illetve az ökológiai gazdálkodással foglalkozók a partnereik lesznek. Mi ezeket is szeretnénk segíteni. Az egyetem együttműködéseiben, a kutatásban, a technológiai fejlesztésben ők is nekünk célcsoportunk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 3 díjat is adományozott a kiállítók körében. Mint Stünd László dékán úr is jelezte, a Debreceni Egyetemnek nagyon nagy szerepe van nem csak az egyetemi oktatásban, hanem az agrárium minden területén, segítve a kutatókat, a gazdasági élet szereplőit. Ilyen kutatás alapozta meg a termékfejlesztési, azaz innovációs díjat elnyerő Danuba Kft. Sajátos növényvédő termékcsoportját. Ez egy nagyon érdekes termékcsoport tulajdonképpen. Ez kétfajta gombának az izolációjából született. Ezek gombaevő gombák, úgy mondják, hogy hiperparazita gombák. Ezek a gombák megtámadják a kártevő ellenséges gombákat, és gyakorlatilag elpusztítják őket, illetve a környezetükbe, mármint a trihoimmun a környezetébe egy sokkal erőteljesebb, jobb immunrendszerű növénykultúrát hoz létre, aminek a beltartalma ezáltal növekszik. Gyakorlatilag ennek az az újdonsága, hogy ezek a gombák nem a talajban laknak, hanem beköltöznek a növénybe, és a növény edénynyalábjai között, a növény belsejében élnek, laknak, és amikor a kártevő gombák rákapcsolódnak a növényre,
elkezdik megfertőzni, akkor ez a belül lévő trihoimmun gombák belülről megtámadják a kártevő gombákat, és gyakorlatilag elpusztítják őket. Kvázi ez az egyetlen olyan gombaölő szer, ami együtt tud nőni a növénnyel, mert hogy ahogy a növény fejlődik, növekszik, ugye ezek a gombák is együtt költöznek az új hajtásokba, a friss hajtásokba, tehát gyakorlatilag a növény kvázi egész életén keresztül védik a növényt, és gyakorlatilag ezek a gombatörzsek még nem kerültek eddig izolálásra, és nyilván ennél fogva nem készült belőlük olyan termék, ugye, amit a köztermesztésbe, a növénytermesztésbe, a gyümölcs-zöldségtermesztésbe fel lehetne használni. A Debreceni Egyetem kutatói izolálták ezeket a gombatörzseket, és a Danuba Kft. Hozta ezt olyan formába, hogy le lehet gyártani, és gyakorlatilag a köztermesztésbe be lehet vinni. Hosszú, több éven keresztül tartó vizsgálat alapján lehetett kideríteni, hogy ez nem csak szőlőbe, hanem a fásszárú gyümölcsösökbe, illetve a lágyszárú növényekbe is be tud költözni. Ugye ezért kellett kiválasztani azt a két törzset, amelyik erre alkalmas. A termékdíjat ezúttal a Natur Gold Europe Kft. Ősi gabonákból készített sütőkeveréke nyerte. A családi hagyományokat tovább éltető sütőkeverékről Menzel Mira mesélt. Ezek kenyérsütőkeverékek, ami azt jelenti, hogy a doboz tartalmaz mindent, amire szükség van otthon, egyedül a vizet kell hozzáadni. Így végtelenül egyszerű a kenyérsütés folyamata otthon, nem lehet elrontani, bárki meg tudja csinálni. Négyféle kenyérsütőkeverékünk van, kettőféle gabonából készítjük őket, az alakorból és a tönkölyből, és mind a kettő verzióból van a fehérlisztes és a teljes őrlésű változat is. Édesanyám mindig is sütött otthon kenyeret. Édesanyám az ügyvezető, és egyébként a cégünk a nyersanyag feldolgozásával foglalkozik az ősi gabonáknak, és neki ez egy szerelem projektje. Ő ezt otthon kezdte el, mindig is csinálta, és amikor vendégek voltak, ők mindig kérdezték, hogy hát mégis mi a recept, hogy csinálja a kenyeret. Ő pedig meg volt lepődve ezen, hogy hát kenyeret sütni nagyon egyszerű dolog, aztán viszont rájött, hogy nem mindenkinek sikerül, az emberek próbálkoznak, érdekli őket, és ezért kitalálta azt, hogy akkor ő ezt megcsinálja, ő ezt nagyon szereti csinálni, és hogy mindenki számára elérhető legyen, ne kelljen hozzá semmilyen szaktudás. Mint megtudtuk, ezekből a keverékekből többféle módon is süthetünk kenyeret. Kettő lehetőség van, vagy gyors kenyeret lehet belőle sütni, mivel tartalmaz élesztőt a keverék, ez azt jelenti, hogy egy fél óra alatt meg fog kelni a kenyértészta, utána már lehet is kisütni a kenyeret, vagy pedig tartalmaz indító kultúrát, ami azt jelenti, hogy fermentált kenyeret lehet belőle sütni. Ez annyiban változik, hogy tovább kell dagasztani a kenyeret, tehát 4 óra után már elkezdődik a fermentálásnak a folyamata, már onnantól fermentáltnak mondható a kenyér, de javasoljuk mondjuk a 12 órás kelesztést, az egy nagyon kellemes savanykást ízt ad, viszont a tapasztaltabbak akár 24-48 órán keresztül is keleszthetik a kenyeret, akkor már nagyon jellegzetes lesz a fermentált kenyérnek az íze. Egy dobozból egy kenyér süthető, számunkra fontos volt az, hogy az élelmiszer pazarlást is meggátoljuk, hiszen úgy számolunk, hogy ez például egy 4 személyes családnak egy alkalomra elég, vagy egy 2 fős háztartásba 2 alkalom alatt elfogy ez a kenyér, így nem kerül kidobásra. Bár a Penyigei nagyi biocsemegéjé nem nyertek díjat, de nagyon jól példázza, hogyan lehet családi méretekben kiváló, hagyományos, házi ízeket előállítani. Ezek a áruk, amit itt van, ezt mi termeljük meg is a gyümölcseit. Egy 3,5 hektáros területünk van, ezen a csipkebogyótól kezdve bírsalma, szilvaalma, körte, som, minden telepítve van, és ezt mi termeljük. A megtermelt gyümölcsöt feldolgozunk, megvárnak, ebből az alma, ami nagyobb mennyiségben terem, azt lejvalmának forgalmazzuk. Van egy kis bio lekvárfejzőüzemünk, és egy aszfalt, de ez mind hagyományos, a régi 6-11-sel dolgozunk. A lekvárfőzés ugye hát az ötvözve van a mai modern technika meg a hagyomány. Mi rézsüsbe dolgozunk, fával tüzelünk, de viszont villanyhajtamú és villanymotorok keverik a lekvárt, nabitollát, mi úgy nevezzük ezt, meg a szilva ki van magvalva nyersen, és úgy kezdjük fel. Nem úgy, mint ezzel egy cíperésztünk, meg győrű, az nagy munka volt, magyarul megmondom. De így is, például a szilva lekvárnak 18-20 órát kell az első eresztésre,
ráadni még fel nem melegszik az egész rendszerünk. Mi a nem tudom szilvát használjuk legvárnak, a besztercei szilvát pedig használni. Mert tulajdonképpen a besztercei szilva ez, ami a meleget tudunk kapni, magvavállaló is, és ez már esztétikusabb aszal. Ez a kis apró szemű, kerek szemű, nem tudom szélve, ez nem magvavállaló, aszaljuk, ez nagyon, esztétikailag nagyon kis, ez ahol nem. Így ezt nem foglalkozom, ez csak a legvárnak vala. Meg a kiesteivel előbb meg van a drága jó szilvapálinka. A kiállított termékek között ott találjuk az igen magas C-vitamin tartalmazó somot is. Csak lekvárkezik a somba, hát ez olyan, hát nem sok idejébe telik, mert problémás ennek az elkészítése. A masszát, amit kimagvalok, az 30 dek a cukrot teszek hozzá, azt 40 fokra felvítjük, kiüvegezzük. A 40 fok azért fontos, mert 40 fok után a C-vitamin elpárolog. Úgyhogy így 40 fok alatt a C-vitamin benne van. Kiüvegezzük ezt a lekvárt, beletesszük egy 70-80 fokos vízbe, egy aurószáig, kivesszük, lehűtsük hideg vízbe. Így van tartozik. Beszélgetésünk során kiderült, hogy tulajdonképpen annak idején kényszerűség vitte rá a vállalkozásra Szászi Bertalant. Én téjezve dolgoztam 30 évig. Nekem a szakmám gyümölcstermesztői faiskola, kezelő növényvédő és élelmiszer előállítanak. Téjez megszűnt. Munkanégügyi központban azt mondták, korom, végzettségem miatt nem nagyon számoljak munkára, kitanáltuk ezt a feleségem, hogy csináltunk egy pályázatot 2006-ban, és 2008-ban hoztuk létre ezt a helyet. Van egy kis, egyvagonos kis hűtőházunk, és abban tároljuk, mondjuk a szilvát lehet 4-5 hétig tárolni, 0-1 fokon. Ezt dolgozunk fel így. Nekem szakmabeli volt. Na de vissza a nyertesekhez. A kiállítás fődíját a győri székhelyű Vektor Mezőgép Kft. Nyerte, akik igen gazdag gépparkkal érkeztek a Kenderes-kertbe, s amelyek egyaránt kiválóan használhatók, mind a konvencionális, mind az ökogazdálkodás területén. Országos lefedettséggel rendelkezünk. Területi képviselői kollégáink szolgálják ki az igényeket az ország teljes területén. Önálló kiszállítási lehetőséggel rendelkezünk, illetve a teljes ország területén szervizhálózattal, valamint alkatrészellátással. A termékportfóliónkban rengeteg olyan gép található, ami elég széles körben használható, mind az ökogazdálkodók körében, mind pedig a hagyományos konvencionális szántóföldi gazdaságokban. A mai kiállításra dr. Vad Attila által kerültünk, mint szervező hívott meg bennünket. Próbáltuk megmutatni a nagy közönségnek, hogy melyek azok a lehetőségek gépesítési szempontból, ami a jövőben hasznos lehet a gazdálkodók számára. Kiemelném az Einbeck gyártónak a gépeit, ezek kimondottan gyomfésűk, tehát a mechanikus gyomírtáshoz kapcsolhatók. Ezekből a gépekből három különböző változatot hoztunk el. Az Einbeck Aerostar Exact gépünket a konvencionális forgatásos szántóföldi műveléshez ajánljuk. Az Einbeck Rotation elnevezésű gépünket a szántás nélküli forgatásos műveléshez ajánljuk, és van egy gépünk, ez a küllős kapa, az Einbecknek a Rotaristar elnevezésű gépe. Ez egy olyan elfeledett gép, ami az elmúlt évtizedekben kiment ugyan a magyarországi divatból, de a termelői visszajelzések és érdeklődések alapján azt vesszük észre, hogy jövőben egyre nagyobb szerepe lesz a mezőgazdasági termelésben. Az ökogazdálkodásban igen nagy szerepe van a mechanikus gyomkezelésnek, amit régebben kizárólag a kapa jelentett, ám mára már elérhetőek azok a gépek, amelyek ezt a problémát megoldják, és még a talaj vízháztartásában is segítenek. Ezek a gépek mechanikusan végzik az állományokban, tehát a növénykultúrákban a mechanikus gyomírtást. De nem csak a gyomírtási funkciójukat emelném ki, hanem igazából a talaj fizikai állapotának a rendben tartását, a talaj nedvességének a megőrzésében is fontos szerepük van. Az öko, de a konvencionális gazdálkodásban is fontos és igen jelentős a hatékony és kíméletes talajművelés. Egyre inkább elterjed a szántás nélküli talajművelés,
és a mi gépeink közül az Einbeck Rotation nevezetű gyomfésű kimondottan azokra a területekre ajánlott, ahol a szántás elmaradása révén, vagy elhagyása révén jelentős mennyiségű szármaradvány marad a talaj felszínén, de el akarjuk végezni a mechanikus gyomírtást, mint gyomfésűvel, és ez a gép alkalmas arra, hogy ezt elvégezzük, mert a szármaradványokat el tudja teríteni a területen, de elvégzi magának a mechanikus gyomkezelésnek is a feladatát. Ebben a témában, azaz a mechanikus gyomszabályozásról szólt előadásában Vad Attila, a Debreceni Egyetem tudományos főmunkatársa. Meghatározza az ökológiai gazdálkodás sikerességét az, hogy a gyomszabályozással, amit feladattal megbírunk-e vagy nem bírunk meg, különösen kapás kultúrákban, hanem a hagyományos gazdálkodásban is egyre nagyobb szerepet kap és kapni fog. Ismerjük a Green Deal-nek a előírásait, gyakorlatilag csökkentett növényvédő felhasználás irányába fog elmozdulni a világ. Nagy valószínűséggel a gazdálkodók a kémiai és a mechanikai módszerek együttes alkalmazásával fogják majd tudni ezeket a szabályokat betartani, tehát mondjuk egy mechanikus sorközművelés kiegészítve egy sorpermetezéssel konkrétan erre gondolok. Honnan is indul el a gyomszabályozás? Első és legfontosabb, hogy a táblának a gyomflóráját azt megfelelően ismernünk kell. Ugye a Pepo professzor utalt már erre, hogy a területünket mennyire ismerik át. A gyom ilyen szempontból kiemelt terület. Faj szintjén, életmód szintjén tudnunk kell, hogy mivel állunk szemben, meghatározza azt a stratégiát, amivel védekezni fogunk tudni. Az elővetemény, a növényi sorrend, ezt részletesen majd ismertetni fogom ezeket a témákat, a tarlóápolás szerepe, ami egyébként lerágott csontnak tűnik, mert a konvencionális gazdálkodásnak is az egyik legfontosabb eszköze, de nem győzik hangsúlyozni. Aztán az alapművelés, a magágykészítés, a vetés időpontja, technológiája, az öntözés szerepe. A két nap során folyamatosan megtekinthetőek voltak a kiállított gépek, de gyakorlati bemutatókat is láthatott a közönség. Különösen nagy érdeklődés kísérte az Evo Farming Kft. Intelligens robotját, amely számtalan talajművelésre alkalmas. Hasonló érdeklődés övezte a drónos permetező bemutatót, amely rendkívül hatékony, emberi erőforrásokat kímélő okos jószág. A fogás szélessége 7,5 métertől 9 méterig van, ez azt eredményezi, hogy egy felszállással, ami körülbelül 10 perc, egy 1,8 és 2,5 hektár közötti területet tud lepermetezni. Így, hogy egy 10 perc alatt közel 2,5 hektárt is meg tudunk permetezni, így föl tudjuk venni a versenyt a hidas permetezőkkel, tehát egy 10 órás munkanapon akár 100-120 hektárt is le lehet permetezni. A rendezvény egyik fontos momentuma volt az a kezdeményezés, amely szeptember 9-ét az önellátás napjának nyilvánítja. Maga a kezdeményezés, hogy legyen ez az önellátás napja, ez egy kedves ismerősünktől érkezett, és én nagyon jó ötletnek találtam, és valóban az önellátás fontosságára való felhívás az rendkívül fontos. Remélem, hogy ezt tudjuk éltetni, és akár ez egy élő olyan nap lehet, amikor fölhívjuk rá a figyelmet, de ugye egy napon nem elég erre odafigyelni, nyilván ezeket a folyamatokat kellene erősíteni, ami oda vezet, hogy az önellátás az egy akár a magyar vidéken újra természetes folyamat lehet. Sok oka van, amiért ez nagyon fontos lenne. Szintén a rendezvényen hangzott el egy másik nagyon fontos bejelentés is, mégpedig a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kor ökológiai gazdálkodási kompetencia és tudásközpontjának megalapítása. A mai napon hivatalosan bejelentjük, hogy a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Biokultúra Szövetség és Hajdúnánás Város Önkormányzatának együttműködésével megalakul az ökológiai gazdálkodási tudásközpont.
Ez a központ tulajdonképpen már létezett eddig is, hiszen az egyetem, illetve a felsorolt szervezetek nagyon sok munkát tettek abba, hogy az ökológiai gazdálkodás szakmai és tudományos és népszerűsítése során minél több információt kapjanak meg az arra érdeklődők, a gazdák, az ökológiai gazdálkodásnak a művelői. Ez tulajdonképpen formába önti ezt az együttműködést. Az egyetemen mindig is szerepelt oktatási, kutatási portfóliónkban az ökológiai gazdálkodás, de minél többet tudunk a biológiai, kémiai, molekuláris, genetikai folyamatokról, annál inkább ez igényli, hogy ezt meg is tudjuk jól mutatni. Tehát nem titkos egyébként a maga a terv, hogy a precíziós gazdálkodást, a konvencionális mezőgazdaságot, az ökológiai gazdálkodást, mind a három területét az egyetem igyekszik egy irányba terelni, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás irányába, azaz többet termelni kevesebből, egészségesebb élelmiszerekkel, egészségesebb takarmányokkal és alapanyagokkal ellátni a magyar állattenyésztés, növénytermesztés, illetve a lakosságot. Úgyhogy ez a központ fizikailag még nem jött létre, nyilván ez egy virtuális központ. Terveink között szerepel, hogy ennek meg egy megfelelő épületet is fogunk építeni a Debrecen Egyetem kampuszán, de megvan már az igazgatónk, dr. Vad Attila kollégám, a Debrecen Egyetem munkatársa, hiszen az egyetem munkatársai közül neki van a legnagyobb gyakorlati tapasztalata az ökogazdálkodásban. Az egyetemen, illetve az Agrárgazdasági Kamarában, a Biokultúra Egyesületnél és illetve Hajdúnánáson, mint gyakorlati helyként megvan az a tudás, és meg is volt évek alatt, amelyek tudják segíteni ennek a szemléletnek az elterjesztését. Most tulajdonképpen adtunk egy formát ennek. Ez egy virtuális kutatóközpont. Terveink között szerepel, hogy ennek lesz majd épülete is. A Debrecen Egyetem Agrárkarán erre jó lehetőség van, és fizikailag is meg tud ez valósulni, de addig is az egyetemnek a különböző oktatási és kutatási egységei, a különböző karai, akár a közgazdaságtudományi kar, vagy a műszaki kar, az informatikai kar erőit egyesítve fog ebben az irányban tevékenykedni, hogy minden oktatási, képzési, kutatási, innovációs tevékenységével segítse az ökológiai gazdálkodókat, illetve a szemlélet terjedését. Szerintem ez egy nagyon komoly áttörés lehet, és én nagyon hiszek abban, hogy az a tudásközpont, a Debrecen Egyetem, ami egyébként a mi térségünkben a legnagyobb, és azt mondjuk, hogy a Tisza vízgyűjtőjének a egyik legnagyobb tudásközpontja, ott ez a fajta tudományág, az ökológiai gazdálkodáshoz köthető tudásnak az ügye az jelentős mértékben előtérbe kerül, és én azt gondolom, hogy ez azért is fontos, hiszen a most felnövekvő generációhoz, a következő szakmai grémium, aki majd fogja a vállán viselni annak a súlyát, hogy hogyan kell élelmiszert megtermelni, meg előállítani, hogy ők ebben abszolút legyenek képbe, és minél többen értsék meg, és érezzék úgy, hogy ez a jövő gazdálkodási formája. A kétnapos program utolsó óráiban kerekasztal beszélgetések zajlottak, bevonva a gazdákat is, és a mindennapokat érintő fontos kérdésekről beszélgettek, mint például a precíziós gazdálkodás és az ökológiai gazdálkodás összehangolása, a klímaválság kihívásaira adandó válaszok, de fontos téma volt a környezetvédelem és a vadkárok összefüggése, amit például a vetési varjak okoznak napjainkban. Egész Európában, Magyarországon is csökken a vetési varjú állománya, viszont abban a szerencsés helyzetben vagyunk, kis pikantériában mondom, hogy itt a hajdúságban meg olyan kolóniák alakultak ki, amik jelentős mértékben ellehetetlenítik már a gazdálkodást. De itt van egy ilyen töréspont, hogy hol van az a mennyiség, amikor kérdezzük a erre hivatott szakembereket, hol van az a mennyiség mondjuk varjúból, ami elegendő ahhoz, hogy fennmaradjon az állomány, mert azt látszik, hogy az elmúlt 10 évben megsokszorozódott. Nem tudom, valaki figyelte, az előbb itt repült el egy olyan raj, hogy fekete tőle az ég. Nekem nincs bajom a varjakkal, azzal van baj, hogy tavasszal elkezdenek nyilván fiókákat nevelni, jó szülők, megpróbálják őket életbe tartani, elkezdik kijönni a napraforgót és a kukoricát, aztán amit még nem láttunk korábban, most már eszik a zöld borsót, eszik a gabonát, és most pedig a forgó érésében fekete a napraforgó tábláknak a teteje a varjaktól. Erre is kellene valami okos, észszerű megoldást találni, abban bíztam, hogy egyéb környezetvédelmi szervezetek is elfogadják a meghívásunkat. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly kérdés, és nagyon fontos lenne, hogy a gazdákat partnerként tekintsék ezek a környezetvédelmi szervezetek, és ne megbiogazzuk a gazdákat. A gazdák élni szeretnének, és szerintem a legjobb szövetségeseink lehetnek abban az esetben, egyrészt olyan technológiákat használhatnak, amik
környezeti szempontból fenntarthatók, nem bolondok, és azt gondolom, hogy a magyar gazda nem ellensége a környezetének. Másik résztől pedig valóban meg kell találni azt a mezgyét, ami a másik oldalon pedig nem lehetetleníti el a gazdálkodásokat. Hamar elrepült ez a két nap, telve meg annyi tapasztalattal, jó gyakorlatok megismerésével, kapcsolatok bővítésével. Ez egy olyan lehetőség volt, akár a külföldi előadók, akár a hazai előadóknak a bemutatkozásával, hogy mindenki, aki itt ezen részt vesz, és valamilyen módon fogékony a mezőgazdaságra, vagy a táplálkozásra, az élelmiszer gazdaságra, nagyon sok új információt kaphatott. Tehát kimondottan azért lettük színessé, vagy ilyen széles körülvé az előadók körét, ökonómiával, filozofikus gondolatokkal, számokkal, adatokkal, tényekkel, tendenciákkal, hogy mindenkinek legyen megfelelő információ, arra a szemléltetés formája. A gazdálkodóknak is tudott újat mutatni, maga az a rendezvény, pláne az érdeklődőknek, ezért is hoztunk mondjuk hallgatókat is mindkét napra, hogy ők is lássák, hallják ezeket közvetlenül a termelőktől, hiteles forrásból. Hálás vagyok, ugyan sokan eljöttek, és sokan megfogalmazták az előadók közül is, meg a kiállítók közül is, hogy nagyon meglepte őket, hogy ennyi emberre találkoztak. Nyilván ez jó jel, ez azt jelzi, hogy a gazdáknak van egyfajta kíváncsisága arra vonatkozólag, hogy az ökológiai gazdálkodás területén milyen fejlesztések történtek meg, vagy milyen lehetőségek vannak. Másrészt mind az egyetem, mind a agrárközépiskolai részről is van érdeklődés, hiszen több osztály is, több csoport is megjelent az előadásokon, és láttuk, hogy elég sok külföldi hallgató is itt volt. Nyilván ez azért fontos, mert magának az eseménynek az elismertségét azért jelentősen növeli. Nyilván ebben talán az is benne lehet, sőt egészen biztosan benne van, hogy a Debreceni Egyetemmel most közösen szervezzük ezt. Érzik egy kicsit a témán is, hogy egy kicsit tudományosság irányába tudtunk ellépni. Bár erre direkt kértem az egyetemi szervezőtársakat, hogy azért őrizzük meg azt a fogyaszthatóságát, hogy egy átlag gazda is értse azt, hogy miről beszélünk, és legyen érdekes számára is. Ne a tudományért beszélgessünk, hanem gyakorlatorientált, és a gazdák számára olyan tudást adjon, amit a saját gazdaságokban is tudnak hasznosítani.